További kellemes rádiózást kívánok a Csillag.hu rádió hallgatóinak. A mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta, munkatársam pedig Monos Tori Csaba, a stúdió vendége pedig Perjesné Bodgár Judit, a központi kórház, a Borsodabuj-Zempé megyei központi kórház önálló fizioterápiás osztályának vezetője, akit szeretettel köszöntök, és akivel természetesen ebbéli minőségében a fizioterápiás osztály fejlődéséről, szakmai, az ott dolgozók szakmai felkészültségéről beszélgetünk majd. Miként tettük mi már ezt korábban is, én, ha jól emlékszem, akkor még költözködésről is szó volt, ugye, hogy egyik helyről a másikra költözünk, mert hát az elmúlt években azért ez igencsak jellemzője volt a régióbeli vagy a megyeszékhelybeli egészségügyi intézményeknek. Így például most ön, Juditka, három tagkórház 132 emberét felel, mint munkáltató, igen. Nem mint munkáltató, hanem mint munkai vezető. Így van. Hát miként kell eleget tenni ennek a felelősségteljes megbízatásnak? 2002-től működik az osztályunk, erről régen is beszéltem. 2007-től két tagkórházba, 2013-tól három tagkórházba. Hogy mondtad is, 132 fő dolgozó van. Ebből a 132 fő dolgozóból 9 fő, aki nem szakdolgozó, ők adminisztrátorok, hiszen nagyon sok a dokumentáció, tehát szükség van, hogy az adminisztrátorok is segítsék a munkánkat. Dolgoznak az osztályon vállalkozók is, három fő vállalkozón van, akik egyéni vállalkozásba, de ugyanúgy térítésmentesen, tehát OEP finanszírozással tudják fogadni a betegeket, és közfoglalkoztatottam is van kettő, akik évek óta, tehát ez már a hetedik éve, mindig van két fő közfoglalkoztatott, akik lehetőség szerint gyógymasszőri végzettséggel rendelkeznek. Ha már itt a gyógymasszőri szó, igen, elhangzott, milyen szakmák, tehát gyógytornász, masszőr, milyen szakmák foglaltatnak a fizioterápiát? Nálunk a három fő profil van az osztályon. A három fő profil a gyógytornászok, tehát diplomás gyógytornászok, fizioterápiás szakasszisztensek és gyógymasszőrök. És a továbbképzésről épp úgy, mint más területen gondolom, itt is állandóan gondoskodni kell. Természetesen, hát ugye vannak a kötelező előírt továbbképzéseink, hiszen így van, tehát működési kártyával dolgozunk, tehát van a kötelező szakmacsoportos továbbképzés és a szabadon választott továbbképzések. Ugye ezt főleg a kreditpont megszerzésére irányul, de nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ugye a kreditpont megszerzése az legyen meg. Nálunk tényleg mindenkinek az 5 éven belül már, hát az 1 év után megvan az összes pontja, és a többi időben olyan továbbképzéseken, olyan szakmai napokon vegyenek részt a dolgozók, amivel szakmailag fejlődni tudnak. Mennyire viselte meg a dolgozókat ez a költözködés? Azért itt tényleg jó néhány éven át izgalomban, lázban tartotta a szakdolgozókat, orvosokat egyaránt ez a költözködés. És hát mindezt úgy kellett véghez vinni, hogy a gyógyító munka egyáltalán ne sérüljön. Nem volt kis feladat, én azt hiszem. Meg hát ne sérüljenek a lelkek sem, akik a gyógyító munkában részt vesznek. Így van. Tehát attól, hogy három tagkórházba dolgozunk, a dolgozók ismerik egymást, azért arra nagy hangsúlyt fektetünk, hogy legyenek közös értekezletek, rekreációs programok, tehát azzal nem volt gond, hiszen a dolgozók ismerik nagyjából egymást a három tagkórházba. Eddig is volt átjárhatóság, hiszen a három tagkórházon belül, ha bárhol hirtelen egy betegségből, amiből többen kiestek, akkor ugye a helyettesítés, igaz, az csak időlegesen, tehát átmeneti időre, de így is úgy is meg kell oldani, tehát nem volt ritka az, hogy Diósgyőrből a Semmelweisbe, vagy a Semmelweisből a Szent Ferencbe ment át dolgozó egy-két hétre helyettesíteni. Tehát ezek mindig rugalmasan működtek, hogy pontosan ugye a beteg ellátás ne sérüljön. Ezt csak mondani, igen, egyébként, de úgy belegondolok, hogy a Semmelweisből a Szent Ferencbe átmenni, ott át lehet sétálni. A Diósgyőri Kórházból ide átjönni a Semmelweisbe, vagy oda átmenni a Semmelweisbe, azért ott már költségesebb utazásra. De hogyha a dolgozó mondjuk, ha az Avason lakik, például, akkor mondjuk akkor nem Diósgyőrbe ment dolgozni mondjuk két hétig, hanem a Szent Ferencbe. Tehát adott esetben még jól is jött, mert közelebb. Így van.
Tehát mondjuk nem egy bükszentkereszti dolgozónak, igen. aki más vonalról jött. Mikor tért nyugvópontra ez a költözködéses időszak? Igazából tavaly nyár vége érződik felé. Érződik el a hangulaton azóta, hogy nyugodtabbak az emberek? Vagy igyekeztek ezt úgy szervezni, hogy ne nagyon viselje meg őket? Tehát ők maguk is hurcoltak, butolt, emlékszem rá. Mi mindent csináltunk, tehát nálunk is hát elég, ha egy általunk ellátott fekvőbeteg osztály mondjuk elköltözik egyik kórház részből a másikba, akkor nekünk figyelni, ugyanúgy fel kell készülni. Tehát ha mi ellátunk egy osztályt, mint ugye kiszolgáló osztályként, akkor nekem ugye feladat arányosan dolgozókat, tehát szakdolgozókat, műszereket, berendezési tárgyakat, azt ugyanúgy át kell csoportosítani, és ugye azt is nézni kell, hogy egy adott területen, ahol több az ellátás, ott például a befogadó helységeink megfelelő számukra kell. Tehát ott több helyen volt, hogy de a Szent Ferenc Tagkórházba, vagy Diózsőrből átköltözött 3 rehabilitációs osztály. Tehát amikor beköltözött tavaly ugye 3 ütembe, ott elég komoly helységátalakítások is történtek. Hogyne. És ezeknek az összhangjára külön figyelmet kell fordítani, és egyáltalán nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, és nem is tartozik igazán az ön kompetenciájába, de meg kell, hogy osztam azt a példát. Szent Ferenc kórházba télvíz idején cserélték az ablakokat egy olyan osztályon, ahol a betegek tulajdonképpen ágyhoz kötöttek, és ki voltak úgymond paterolva a folyosóra kórtermekből. Hát azért sok szempontból lehetne tanulni szervezést, azt hiszem önöktől, mert ilyen észrevételt az átköltözés során, holott a dolgozók maguk vitték át az ágyakat, vagy az ilyen szekrényeket, erre nagyon emlékszem, nem volt egy könnyű feladat. Így van. Nekünk ez szerencse volt, mert nekem sikerült úgy az ablakcserét, hogy mivel szombat-vasárnap nem dolgozunk, hogy szombat-vasárnap csinálják meg. Tehát nekünk mondjuk a járóbeteg ellátás tekintetében, vagy ugye a rendelőinkben, akik fekvőosztályról is helybe jönnek kezelésekre, azokat, hál' Istennek, a mi területünkön ezt nem érezték meg. Hát odafigyelés kérdése, hogy ablakot cserélni tavasszal, ősszel, vagy nyáron, vagy télen kell, amikor nem tudom, hogy kinek hogy szól a szerződésen, de nem akarom mellékvágányra vinni. De örülünk meg, hogy ki van cserélve, tehát nézzük hát a pozitív oldalát, mert ez a elég nagy húzat volt. Pohárvízzel, vagy félig üres a pohár, igen, nem kell nézni valójában, vagy és valóban. 129, illetve nem, vagy 132, nem 132, azért mondtam volna itt 120, mert ugye az adminisztratív állományt a levonjuk. Azért itt a rendszeres képzés, továbbképzés, szinten tartás, azért az nagy figyelmet igényel, állandó éberséget, hogy úgy mondjam, ugye? Hát folyamatosan, tehát osztályvezetőként, tehát a szakmai fejlődés is, ugye a kompetenciám, hogy odafigyeljek, erre nagyon fontos, hogy mind a 3 szakterületen az ember tisztában legyen azokkal a új innovatív kezelési módszerekkel, új készülékekkel, olyan például gyógytornász által végezhető technikákkal, amik ugye folyamatosan bővülnek ezek a technikák, és arra is vélem, hogy mi az, amit mi ebből tudunk hasznosítani. Tehát mi az, ami, ugye nálunk is megvan az, hogy milyen típusú betegek azok, mik azok a betegségcsoportok, amivel legtöbben jönnek, és hát próbálni kell. Tehát az intézményekben, az iskolai képzésekben megtanult alap technika, az már a gyakorlatban kevés. Egyre több igény van azokra a plusz technikákra, amit mondjuk egy diplomás gyógytornásznak a főiskolán mondjuk nem tanítanak. Igen, hát tudni kell ugye azt is, hogy másfajta terápiában részesül egy frissen műtött ember, mondjuk akinek térdműtéte vagy csípőprotézise van, ott is egy másfajta gyógyító vagy gyógyterápiában kell részesülnie. Más annak, akinek van valamilyen szervi baja, betegsége, vagy más az, aki baleset után kerül, tehát mindenki ez másként kell nyúlni. Ezeket az alapokat megtanulják. Mondjuk, ha a gyógytornászokat nézzük, megtanulják a főiskolán, hiszen külön tanulják reumatológia, ortopédia, traumatológia, sorolhatnám. Ellenben maga az a mozgásterápia, amit ők megtanulnak, azt nagyon sok más technikával ki lehet egészíteni. Egy gyorsabb gyógyulás. Például lágyrész technikák. Tehát amiket például egy teri tanfolyam, ami
a lágyrész technikákra épül. Vagy egy McKenzie módszer, ami a gerincsérves betegeknek egy speciális tornája. Eljöhet egy gerincsérves beteg egy hagyományos gerinctornára, amit az iskolában megtanultak. Tudják, hogy hogy kell kezelni. De mondjuk egy McKenzie módszerrel ott pedig visszafordítható folyamatokat tudunk elérni, vagy például le tudjuk a javulási időt rövidíteni akár a negyedére. Erre mondtam példának egy lájrész technikát. Vagy ott vannak a szkoliózisos, főleg ugye a tizenévesek gyerekkortól, tehát a felnőtt korig, ugye ez a nagyon sok a gerincfertőléses problémával küszködő gyermek. Na most egy hagyományos gerinctornával egy ilyen gerincferdüléses torna, megtanulják. De erre mondjuk van srottorna, ez a 3D szkoliózis terápia. Tehát azért ezeket nem adja meg az iskola. De mondhatnám a fizioterápia területét is. Tehát folyamatosan bővül a kezelési ellátás. Régi rendszerbe, és még most sem tanítják megfelelően az iskolákba, sőt, tankönyvekben nincsen benne egy lökés hullámterápia, ami már elterjedt, vagy egy mély oszcillációs terápia, amivel tudjuk, hogy tényleg olyan módszerek, tehát számos olyan beteget tudunk vele kezelni, amit mondjuk más mondjuk elektromos készülékkel nem lehet, mert olyan ellenjavallatok vannak. Na most ezeket nyilván szakfolyóiratból, vagy házon belüli képzésekből, vagy információszerzésből lehet elsajátítani, ugye? De az ember folyamatosan figyeli ezeket az új módszereket, szerveznek tanfolyamokat, ezekre elmennek. Vagy éppen egy orvos felhívja a figyelmét arra, ugye, a szakdolgozónak. Hát inkább hogy... mi hívjuk fel az övéket. Igen? Fordítva van? Bocsánat. Mindenki a területet maradjunk ennyiben, igen. De az nyilvánvaló, hogy akkor, amikor kiírja az orvos a, mondjuk a McKenzie tornát, vagy más, nem tudom, akkor azzal tisztában kell lennie, hogy milyen lehetőségek vannak ott a kórházon belül, persze, mennyire képzettek a szakdolgozók ezen a téren. Tehát ezeket úgy is a honlapunkon is rajta van, hogy milyen, például a gyógytornánál is fel van sorolva a tagkórházanként, hogy milyen plusz módszereket, így van. Így van, hogy milyen szolgáltatások vannak, hogy tudom én, intim torna nőknek, van, ahol férfiaknak is, de ez csak ugye mind ezek fel, igen, vannak sorolva, és fel vannak azok a hagyományos kezelési módszereken kívül, mondjuk egy fizikoterápiára, vagy akár a gyógymasszázsnál is, hogy mi az a plusz, amit mi tudunk adni. Az intim tornáról, mert mi is ugye most ösztönösen megmosolyogtuk, pedig hát az inkontinencia szempontjából óriási jelentősége van. És nagyon sokan szeméremből, álszeméremből elfordulnak, vagy nem beszélnek róla? Így van. És az a baj, hogy nem kapják meg a kellő felvilágosítást. Nagyon érdekes, mert nekünk intim tornára a betegeink nagy része házi orvostól érkezik. Ez is érdekes, nem a szakrendelésekről. Holott az intim tornát már mindenkinek, aki már szexuális életet él, akár 20 éves korban, ez már el lehet megelőzésképpen kezdeni. Igen. Tehát akkor meg lehetne akadályozni ezt a, úgy mondjuk, szégyenérzetet is, ha valami probléma hát van. Hát ez fel kell nőni egy más generációnak. És férfiaknál ugyanígy lehet alkalmazni. Igen. Nagyon aranyos emlékem van, mert amikor Régen Diózsérbe megbeszéltük ott a gyógytornászokkal, hogy ki lenne az, aki férfiaknál is elkezdené, de hát ugye gyakorlati tapasztalat nem volt, és fiatal, hát főleg sportolókból álló tért csoport, akik már ilyen izomerősítésre, igen, jártak, tehát ők vállalták az alany szerepét, férfiak, és nagyon komolyan vették, és ahogy lett nekik tartva az intim tornát, mert ugye mondani kellett nekik, hogy mit éreznek, hogy éreznek, mert ugye egy hölgy tartja hölgynek, ugye akkor tudja, hogy mit kell, igen, csinálni, hol mit kell érezni, és nagyon komolyan vette ez a fiú csoport, és ők nekünk nagyon sokat segítettek abban, mert heteken keresztül kontrolláltuk, hogy egy férfiaknál hogy kell ezt elvégezni ezeket. Így van. Hát a segítségről bizony a segítség nagyon fontos, mert a beteg, vagy a kezelt, vagy a kezelésre jogosult, az nagyon sokat segíthet, ha azonosul, meg végrehajtja azokat a feladatokat,
De hogyha nem, vagy valamiféle ellenállás van, vagy nem tartja be a játékszabályokat, akkor nem is biztos, hogy eredményes lesz az a kúra, nem? Így van. Nekünk akkor jó számos olyan technikánál, hiszen van nagyon sok olyan, például a gyógytornát is tekintve olyan torna gyakorlat, hogy például eljön a beteg 6-8 alkalommal megtanulható, és utána végzi az otthonába. És akkor fél évente, évente egy kontrollra eljön, hogy mivel lehet még mondjuk kiegészíteni az az otthoni gyakorlatait. Na most azzal, hogy mi ezt hogy tanítottuk meg a betegnél, mennyire eredményes, ez akkor jó, hogyha mondjuk egy e-mailen konzultálva, mondjuk havonta, negyed évente a beteg visszajelez nekünk. Hát azért mondjuk a fele ezt meg szokta tenni, de... Hát nekik mondjuk inkább ott van fura helyzetük, hogy ezekkel a kezelési technikákkal, már ami a fejlődésüket illeti a kezelési technikáknak, azzal nyilván a laikus nem tud lépést tartani. Tehát a kapcsolattartás ebből a szempontból ezért is nagyon jó. Így van. Mi okozza egyébként a gondot, vagy ha egyáltalán van gond, akár a gyógytornászok, akár a fizioterápiások, vagy a gyógymasszörök életében az ilyen továbbképzésekkel, vagy egyáltalán a szakmájukon belül van olyan, amire különösen figyelni kell? Mondjuk például a McKenzie tornánál, ami egy elfogadott dolog, és jó, ön is említette, hogy időrövidség, meg eredményesség szempontjából is, mégsem lehet mindenkinek javasolni a McKenzie tornát, mármint a gerincsérülteknek. Tehát ezeknek a kititrálása, kizárása, ez a szak... Ez a vizsgálatnál kiderül. Az első alkalom az... feladata, akkor? Nem, ez a gyógytornász feladata, tehát általában az első alkalommal egy vizsgálaton esik át, amit a gyógytornász végez. És ott kiderül, hogy ott be tudja határolni, amikor... így van, hogy alkalmas mondjuk egy McKenzie tornára a beteg. Ilyen a vizsgálatokhoz, ezekhez milyen lehetőségek vannak? Gépek, felszerelések, vagy manuális vizsgálat? Legtöbb azért manuális vizsgálat. Így van, különböző tesztek, fájdalomskálák. Tehát úgy működik, ez most a csontkovács jutott az eszembe, hogy amikor végig megy a csigolyák, nem is a csontkovácsot mondom, hanem Schwarz doktornőt, Schwarz Elitkét, aki ugye egyenként vizsgálta, híres volt erről a csigolyákat, és akkor annak alapján tudott egyfajta házi feladatot felállítani magának is, meg a betegnek is. Valahogy így működik, ugye? Persze, csak itt különböző. Tehát mondjuk egy McKenzie tornára visszatérve, ott ugye ismerni kell a gyógytornásznak a diagnosztikai eredményeket. Egy CT, egy MR, egy röntgen leleten, hogy pontosan milyen irányú ott a probléma. Igen. És annak megfelelően végeztet gyakorlatokat, először kiprovokálja a fájdalmat, és utána megnézi azt, hogy tudja ezt csökkenteni, hogy tudja igazából azt a, mondjuk azt a sérvet végül torna gyakorlatokkal karbantartani, akár visszahelyezni, és mondom, tehát ez az első alkalom, az mindig egy felmérés. És az a fajta felmérés, amelyet az osztályvezető végez a dolgozók körében, annak az eredményével elégedett lehet? Képzettek? Jó képzettek? Én nagyon elégedett vagyok, mert tényleg amellett, hogy én is nagy hangsúlyt fektetek rá, hogy igenis menjenek a dolgozók, azért tettem is ezért, mert én azt vettem észre, hogy nem a dolgozóknak nem a motiváció az, ami hiányzik, hanem a pénz. Tehát a pénz azt az úgy értem, hogy... Inkább így mondjuk. Nem, én a továbbképzésre a pénzt. Ezek a továbbképzések, ezek pénzbe kerülnek. Sajnos nem csak nálunk országos probléma az állami egészségügyben, hogy nem kapunk támogatást, mert erre nincsen keret jelenleg. Hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nincsen erre keret. Tehát ezeket a plusz dolgokat a dolgozó saját akaratából, saját maga képzésére végzi saját el, és igen, és ez saját pénztárcára.
azt meg tudja az ember oldani, hogy hivatalos távol létben, ne szabadság terhére menjen, hiszen az az évi 5 nap, ami amúgy is jár, az elmegy a hagyományos továbbképzésekre, kötelező szakma, csoportos, ez az, de igazából vannak azért van olyan továbbképzés, mondjuk egy nyiroködémának a kezelés, akkor mondjuk 7-8 nap is egy ilyen továbbképzés. Tehát ezeket megkapja, de az anyagi része, az nincsen megoldva. És mit tudnak segíteni? Én annyit tudok segíteni, próbálkozom azért összeszedni rá, ha nem is tudom mindenkinél, de vagy legalább egy részét a pénznek. Én 2005-ben megcsináltam egy alapítványt az osztálynak, tehát az osztályunknak van alapítványa, és az alapítványi pénzből próbálom a dolgozóknak a továbbképzését megtámogatni. Hát ez jó, ez egy nagyon nemes gondolkodás. Sajnos sok pénzünk nincsen, de azért... Hát harsogni kell a részüket majd módosít az 1% osztására. Hát az 1% az azért működik, de próbál az ember támogatókat szerezni. Tehát ez tavaly is voltak önkormányzati alapból, képviselőket környékeznek az ember, és akkor... civileket is lehet, hiszen valahol ez visszacsatolódik. Az ő érdekük, hogy minél képzettebbek legyenek azok, akik velük foglalkoznak ott az egészségügyben. És akkor ezért mondom, az alapítványi támogatással azért próbál az ember. Attól függ, hogy mennyi igény van, van olyan, hogy egy az egy, tehát teljesen tudja az ember, igen, finanszírozni, de olyan is van, hogy 50%. Hát azért én sok sikert kívánok hozzá, meg hát minél jobban duzzadjon ennek az alapítványnak a büdzséje, hogy minél többen tudjanak részesülni 100%-os támogatással itt a képzések során. Én is köszönöm szépen az elmúlt percekben a fizioterápiás, gyógytornász és gyógymasszőrös feladatokról beszélgettünk Perjesné Bodgár Judittal, a Borsodabús-Zemplén megyei központi kórház önálló fizioterápiás osztályának a vezetőjével.